Szép jó estét kívánok! Kedves nézőink, folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben bemutatjuk a székesfehérvári sportlegendákat. Mielőtt a vendégemet bemutatnám, egy felsorolást engedjenek meg nekem. Kovács Laci, Nagyhárom, Kovács Józsi, Fejes Vég, Karsai, Nagykettő, Burcsa, Csongrádi, Májer, Volek, Tíber, Baranyi, Szalmási, és így tovább. Ez a csapat volt az, amely először szerzett érmet, ezüstérmet a magyar bajnokságban, az 1975-76-os idényről beszélek. Elcsalták azt a bajnoki címet, de nem baj. Viszont arról fogunk beszélgetni, hogy az akkori korszak egyik meghatározó futballistája, labdarúgója, sokszoros válogatott és remek játékvezető, Nagykettő János miként élte meg ezeket a pillanatokat. Vendégem tehát Nagykettő János, ahogy itt Fehérváron mindenki ismeri meg, szerintem labdarúgó berkekben Macska. Szervusz! Üdvözlöm mindenkit, a tévénézőket is! Megerősítjük, hogy idestóva nagyon sok idő eltelt azóta, hiszen ebben az esztendőben, novemberben ünnepled a 75. születésnapodat, így előre is gratulálunk. No, de viszont vissza kell mennünk az időben. Méghozzá 1959-ben, amikor bemutatkoztál a debreceni Kilizsiben, hiszen Debrecenben születtél. Igen, nagyszerű élmény volt, mikor egy olyan csapatban, ahol MB3-as szintű volt a debreceni Kilizsi, a Kilizsi húsos, akit a húsipar meg a dohánygyár finanszírozott, ott volt egy edző nélkül, tehát papír nélkül edző, Kóródi Józsi bácsi, valami haverom kivitt a Kinizsi pályára, és a Józsi bácsi csak ennyit kérdezett, az edző, a papír nélkül, mi apád? Mondom, kőműves tetőfedő, van otthon kolbász, tojás, meg tej? Mondom, persze, hogy van, akkor holnap is jöhet. Ennyi volt a felvételi, papír nélkül edző. Ő volt az, aki elindított, akkor 4 éves korosztályok voltak egybe. Én pont egy olyan korban voltam november végi, mint 4 év, és olyan emberek között, akiknek majdnem, hogy a derekáig értem ki, ennyit csak erről, és az első hónapok, napok, jól teltek el, úgy élvezte az ember, hogy közösségben van az ember, meg minden, és ahogy teltek az évek, úgy öregedtek ki az idősebbek, és egyre kerültem följebb a ranglétrán, házon belül is, mindegy, csak annyit, hogy egyre több játék lehetőséget kapott az ember minden, és én éltem is vele. És akkor ott ennyi volt. Azt tudjuk, hogy 67-ben már a Debreceni Petőfiben játszottál. Igen. Már akkor is jellemző volt rád, hogy technikailag rendben voltál, az oké, viszont az átlagnál sokkal, de sokkal többet tudtál futni, sokkal többet tettél ezért. Ez kellett egy különleges edzős módszer, vagy ez alkati kérdés volt? Az a 66-ba vonultam, tehát a Debreceni Petőfinek hívták akkor még, de utána lett Bocskai, mindegy, és az a 6 év, 7 év, az arra volt jó, hogy közben én kiegészítő sportokkal, a bátyám súlyt emelt, azzal súlyzóztam, az ITSK-ba ipari tanulók között birkózó szakosztály is volt, ott Tiszántúl 3. tudtam lenni, tehát mindenben egy kicsit a vázamat erősítettem, de hozzá kell tenni a testnevelő tanáraim is, ilyenek voltak, mert nem bedobtak egy labdát, hogy kosarazzál, nem bedobtak a vízbe, hogy csak ússzál, nem focizzál, hanem a gyűrű, korláttól kezdve, talajon kezdve, a kislabdadobástól kezdve, a kötélmászástól kezdve, mindenbe belevittek, és mindig volt egy, ez az én véleményem, meg amit én átértem, hogy volt minden irány, a szervezetet minden irányba tereltük valahogy.
terheltették, bocsánat, mert ők voltak előtt. És ez a későbbiekben is nagyon sokat segített. Hogy? De 69-ben igazoltál az akkor másodosztályú Vidibe. Mi fogadott itt Fehérváron? Hát ki keresett meg egyébként? Tóth Attila, az volt a Videotonnak az intézője akkor még. És hát tulajdonképpen nyáron már 68-ban én próbajátékon a Berényi úton már bemutatkoztam. Valami gyengébb csapatot hoztak, sok gólt rúgtam, mindegy, nem ez volt a lényeg ebbe, hanem az MTK vitt el Sándor Csikar 3 hónapra az MTK-ba. És az volt a kikötés, hogy Argentína, Mar del Plata, 1 hónap. Pénz nem is foglalkoztam pénzzel. Több megkeresésem, meg mit tudom, lakástól kezdve minden, de nem ez volt a lényeg. És nem vittek ki, és mondták, hogy márciusban megy New Yorkba a csapat, 2 hétre. Ők ki is mentek akkor, tudja mindenki, azt mondja, tuti utazó vagyok. Hát én meg, mivel debreceni vagyok, egy kicsit rosszul éreztem magam, és pont akkor megérkezett a Tóth Attila, az intéző, Videotonton, hogy becsölt szavamra. Ő egy korrekt, nagyon korrekt gyerek volt. Hát mondom, akkor lemegyek. És hova mentem le? A munkásszállóba, ami most Rákóczi óvoda. Igen. Na most semmi nélkül, igen ám, hogy fogadtak? Berény úti pályán edzegettünk, meg fociztunk, ilyen téli időszak volt akkor még. Hát itt Pos, Kovács Laci, még Jobbek volt az a Vasasból, a Pintér Laci, a Bodnár Laci, a még egy 3-4-et fel tudnék szólni, edzéseken sarab. Én meg vissza. Hát egyértelmű, hogy nem lehettem olyan szimpatikus ezek szerint. Na de talpon maradtam, és a Kovács Laci elnevezett Macskának. Na így kerültem Macska névre, és azóta én itt maradtam, és én megküzdöttem mindig a helyemért. Egyértelmű. Nem adtam oda, még ha sérült voltam, vagy ki voltam állítva, akkor sem engedtem, hogy azt a posztot, pozitívumot elvegyék. Ez óriási lépcső volt egyébként, tehát a feljutás önmagában, hiszen ne feledjük, hogy 71-ben már bemutatkoztál Szófiában a válogatottban. Igen. Tehát akkor 24 esztendősen én azt gondolom, hogy egy olyan csapatban, hadd mondjam csak a neveket, hiszen itt van előttem a keret, hogy a Rotelmer, a két kapus, a Rotelmer volt és a Géci, aztán Fábián, Juhász Pista, Dunai 3, Szűcs Páncsics, Nagy 2, ez ugye mondom, Fazekas, Kocsis, Albert, Zámbó, Kozma, legenda, és persze, és 3 fehérvári, Sunyi, Karsai, Laci, Kovács Józsi és te magad. Ott kint Dunai 3 se volt, Sunyi se volt, Kovács Józsi. Csak ez az előzetes, ez volt az előzetes keret. Ja, igen, igen, igen. És ugye nyertetek 3-0-ra, bemutatkoztál a válogatottban. Nem nyertünk. A Levszki stadionban 71. május 19-én. 50 ezer ember előtt 3-0-ra kaptunk ki. Ja, kikaptatok 3-0-ra. Sajnos, meg itt van fénykép is róla. Ja, igen, mert itt fordítva van nálam az eredmény, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy bemutatkoztál. És innét egyenes volt a pályafutásod, ha úgy tetszik, hiszen a Videotonban megérkezett később Kovács Feri bácsi, és egy pár jó néhány remek idényt követően, ugye volt, jött ez a 75-76-os bajnokság. Igen. Én akkor mi a tartalék csapattal a Népligetben játszottuk a bajnokit, és csak a végére értük oda, akkor még bajnok volt a Vidi, mint tudjuk. Ezt te hogy élted meg? Hiszen egész évben nagyszerűen játszottatok, remekül szerepeltél, válogatott lettél 76-ban újra, úgyhogy igen. Ez egy tragédia. Én most is kimerrem jelenteni, lehet, hogy sokakkal társaimmal ellentétben,
hogy nem játékvezetői hiba pont volt. Ha megnézi valaki az őszi szezonunkat, őszi eredményeinket, az gyatra volt. Tavasszal talán egyszer kaptunk ki a Tatabányán, 1-0-ra vezetett a Tatabánya, és a Sunyi kihagyott egy büntetőt, de 2-0 lett a vége. Az az egy vereségünk volt tavaly. Tehát a tavaszra nem lehet panasz, mert bármelyik csapat kikaphat egy fél szezonba. Ősz volt a tragédia, és én, mint, mert a játékvezető hibázhat, mivel én is merem mondani, hogy hát belülről tudom, de ha hibáztam, senkire nem fogtam. Inkább vállaltam, és akkor arrébb álltam, ha kellett. Szóval mindegy, ez szomorú volt, ugyanakkor neked ez az idény, meg a következő év is nagyszerűen sikerült, hiszen a 8 válogatott mérkőzésen játszottál, voltak külföldi túrák is, és ráadásul remek meccseken, hiszen vendégünk volt Franciaország, Szovjetunió, Svédország, Peru, Mexikóban jártatok, a Boca Juniors stadionban, azt mondom, Argentínában, aztán Teheránban, Iránban, Perúban, Spanyolországban, tehát Spanyolország-Magyarország meccsen is bemutatkoztál, és aztán egyszer csak vége szakadt. Hát, 8 mérkőzés folyamatosan, és... Egyértelmű. Én nekem már az is nagy szó volt, mivel én a debreceni kiniziből indultam, és mondtam, hogy egy NB3-as játékos lehetek. De ahogy ment az idő, és a honvédségnél még egy kicsit följebb kerültünk, mert az NB3-at megnyertük veretlenül akkor még, míg én játszottam, mert októberben szereltem, de még utána volt egy pár meccs, azt meg már valahogy, lehet, hogy volt vereség is akkor, de akkor már én nem játszottam. Na mindegy, és ahogy lépegetett az ember előre, NB3-ba, ekkora cikk megjelent a Népsportba, ahogy kihajtottuk, NB-s gólkirály Magyarországon, ekkora betűvel, NB-s az NB1, NB2, akkor még NB2 volt, és NB3. 38 góllal, most ez nem, vagy sok, vagy kevés, az mindenki tegye oda, ahova. De ezt kihozták, megvan nekem képen, meg minden, de és erre fölkapták Magyarországon a... Fölkaptak engem, gondolom, mint valaki, hogy valami gólvágó. Egri Dózsa, MB1-es, Miskolci VST, MB1-es, Nyíregyházi Spar, MB1-es, DVST, MB1-es, MTK, MB1-es, Szombathelyi Haladás, MB1-es, és a Deac, akkor még MB2-s volt, meg az nem is volt NB1-es, pedig debreceni, mindegy, mindenki jött. Hát ilyen két napra el kellett menni Miskolcra, meg mit tudom én is, tudod, csak ajnározás, hogy oda csábítsanak, mindegy. És az volt a lényeg, az volt a lényege, hogy ilyen felkapottnak tűntem, lehet, hogy a gólok miatt, na de könyörgöm. Több mint 100 gólt rúgtunk, az a csapat. Nem én voltam a nagy spiller, én úgy érzem. Takács, Koritár, én, Szabó három. Mind akkora játékos volt. Csatár, hát minden B1-es. Megértem. Akkor mit? Akkor én, az, hogy ott voltam, az már egy jó érzés volt. Nekem nem titulus kellett, én soha nem, meg nem pénzért. A honvédségnél mi azt hiszem, hogy szabadságot kaptunk, ha nyert a csapat, mit tudom én, szombaton volt a meccs, akkor kedden reggel kellett menni. Visszajön. Ennyi. No, jöjjünk vissza Fehérvárra, hiszen 79-ig itt voltál, 269 mérkőzésed van, 56 gól, és váltás mellett döntöttél. Én? Igen, tudom, hogy nem így volt. Miért kellett távoznod? Hiszen én azt gondolom, hogy alapember voltál, válogatott labdarúgó, aki nagyon sokat tett hozzá a piros-kék sikerekhez.
és akkor irány Dunaújváros. Inkább két évvel előtte, mikor egy ilyen nevű embert, Lantost, én nagyon nehezen megy a bögyönbe, de nálam senki emberileg ide hozott valaki, hát a vezetés, gondolom. Jánki Miklós és Lantos Mihály lett ugye a párban. Nem a Jánki volt a lényeg ebbe. Hanem a Lantos, igen. Így igaz. Azzal meg már eleve így voltunk, mert én nekem a családi, baráti köröm, Bacsó Zoli filmoperatőr volt, mindegy, Róka Pista magánénekesnő, a Folytyik Laci virágos volt, mindegy, és mindig összejártunk. És a Bacsó Zoli, a második kerület, Bölöni György 12 alatt a Farkas Gizinek a lakását, vagyis épületét, nek a felső szintjét a Zoli vette meg. Igen ám, alul meg a szappanos, a Farkas Gizi öccse lakott, a Lantosnak a sógora. És mikor Pesten játszottunk, mindig mondtam, hogy mondom, Misi bácsi, én leszeretnék szállni, mert családi összejövetel, meg mitől. És megtudta, hogy hova megyek, hogy mikit azzal a szappanos sógorával, hogy kibeszéljük őt. Hát mondom, érdekelte a Lantos, most komolyan, hogy abszolút nem is azért mentünk. Hát mi egy társaság voltunk egyelőre. Na mindegy, és innen kezdődött egy kis konfliktus, ott mindig edzéseken is, meg bajnokikon is. Én megpróbáltam, amit kért, én soha nem edzőt néztem, meg nem, hogy mennyit keresünk. Én oldjam meg a feladatomat, ennyi. És egyetlen egyszer cserélt le hogy hívták, Lantos. Lantos. Milyen jó, hogy nem ismerem mi, de a többit föl tudnám sorolni. Jó, tehát az aranycsapat azért van, igen. A többit föl tudnám sorolni. Figyelj, egyetlen egyszer, Dózsa ellen 6-0-nál, mit gondolsz, kit cserélt le 6-0-nál. És 6-4 lett a vége. Várjál, de kivel? A Sunyi jött be helyettem 6-0-nál. Megint kit igazolt, 6-4 lett. 6-4 lett a vége, jó. Ugye. No, tehát nem akkor kényszerű sem. Volt a távozásod. Dunaújvárosi kohász. Nem, de ez kellett a vezetés ez is. Ez kellett a vezetésnek. Mi fogad a Dunaújvárosban? Hát egy picit, ha... Hiszen két évet ott voltál, igen. És azért majdnem 50 meccset játszottál. Persze. A Dunaújvárosban, nem Dunaújvárosba akartam én menni, a Vasas hívott, a Dózsa hívott, Dózsa kétszer is itt volt. Most nem azért az Admira Wacker hívott, nem adtak ki. Na most itt mindenki tudja, hogy a Takács Imre volt a megyei pártitkár, igaz? Így van. Dunaújvárosi tassi, mit tudom én, kötődésű. Hát neki kellettem ezek szerint. Szerintem a kohásznak is, de mindegy. És addig csürték, csavarták, míg az utolsó pillanatig elhúzták. És én megmondom, én Fehérvár, én ide, a második otthonom lett tulajdonképpen. Hát mondom, én már azért nem mentem el edzőnek se, mert én nem akarok menni, költözködni jobbra-balra, hanem én itt helybe akarok lenni. És azért játékvezető, mikor lettem, elmentem, meg hazajöttem. Mert Magyarországon nem volt akkora távolság. Na így kerültem Dunaújvárosba, simán bennmaradtunk, olyan emberekkel, nagyképűnek tűnik az én mondásom, de utána lehet nézni. Weitner Jani a Szondiból, kieső csapatról beszélünk, a Dunaújvárosi kohát. Weitner Jani a Szondiból, hoppá,
megyei egyesből, egyből MB1-es lett. Magyar Janika, Tordasról, megyei egyből, egyből MB1-es lett. Akkor miről beszélünk? Tehát voltak itt normális, meg a utánpótlásnak jó helyei, csak már nem volt a Csiszár Gusti bácsi. Így van. Viszont két esztendő után hazamentél, ha úgy tetszik, vissza Debrecenbe. Ez mi vitt rá, hogy ismét hazamenj? Nem én akartam hazamenni. Én már, amikor a Dunaújvárosba elmenni, elmentem, munkahelyet nem biztosítottak a Videotonnál. Nem kellett eldugni, csak maradjak a munkahelyemen, ahol lenyomtam 11 évet. Nem, ott nem dolgozhatok. Csak mondok egy példát, a személyzeti ilyen petőfélék elnökségét. Személyzeti a másodikon volt, a Lordok házában, én a negyediken voltam a termelés koordinációs csoportnál. A Bajusz Német Latinál. A személyzetiről így jöttem el. A Német Latinál dolgozzál tovább, és akkor nincs semmi gond. Mire fölértem, két emeletet. Már a Bajusz Német Latit hívták. Azt mondja, Jani, hát most hívtak, hogy itt nem dolgozhatsz. Hoppá! Tehát kényszerűség volt. Kényszerűség volt. Hát megkötötték kezem, lábam. És itt van a nagy könyv, 78-as, a Zsolt Róbert könyve. Direkt ki vannak spécézve sok dolog, meg akartam mutatni, meg fel akartam olvasni, meg idézni akartam. Nem én írtam. Ő, aki nagy vállalatnál akit nem tudtak alkalmazni, mert szakmailag világos. Valaki volt, nulla, kitették a sportkörhöz, hát ha lesz belőle valaki. Nem én írtam, azért világos. Mondom, nehogy azt higgye már valaki, hogy az én mondataim. Na mindegy, ilyen miatt, és a Pető is úgy volt, elnökségi tag, hogy amit mondtam, amit mondott a második szinten, mire fölértem, már mást mondtak. Na mindegy, ennyit. És hogy kerültem Debrecenbe, az meg egy érdekesség. Azért mondtam egy kis kitérőt. A Dunaújvárosba lejött a Huszti Feri, akivel együtt kezdtem a Kinizsikbe, Debrecenbe. Ő volt ott a technikai vezető a Dévesztnél. És a megegyezett a Várpalotával, hogy a Dunaújváros, ja, mert MB1-ből MB1-be akkor nem lehetett igazolni. Nekem le kellett menni MB2-be, és onnan meg egyből MB1-be. Na, így kerültem 82 tavaszán a Debrecenhez, mert 81 őszén a Várpalota, 70 ezeret fizettek értem a palotának, de az is ilyen feketén. Hát, világos. Most én nem akarok ilyen nagy dolgokba belemenni, de ezt tudom, hogy ennyi volt az áram ott. Ott lejártottam 6 meccset összesen. 6 meccset, és egyből kezdésre már ott játszottam a Debrecenbe. És így az is bent tudott maradni. Az nekem egy nagyobb plusz volt. A feleségemmel New York Washingtonba ki tudtunk menni 2 hétre. Egy negyed év. Ja, mert az Icarusba dolgoztam már, és ott meg fizetetlen szabadságot kellett kivennem. Beszó. Igen. Na mindegy. Hiszen azért arról beszéljünk, hogy te nem hanyagoltad el a tanulást sem. Kösz, hogy ezt... Mert ez egy rendkívül fontos adalék ehhez az egész történethez. Annak köszönhetem. Életemben nem culágereskedtem. Magamnak igen, haveroknak igen, meg ismerősöknek. Becsó, de azért, hogy abból éljek. Világos. Akkor miről beszélünk? Na, ezért kellett tanulni. Így becsó. Van.
És utána jött egy éles váltás az életedben. Ugye az Ikaruszban dolgoztál, azt mondtad, de egy évet voltál az Ikarusz edzője, de ezt most hagyjuk, mert ez mellékszál, hiszen ez nem a te utad volt. Viszont ne. 1983-ban elkezdtél futballbíróként tevékenykedni, és 87-ben már az első osztályban ott voltál. Nem, inkább úgy fogalmazzál, hogy a már keretben. Bocs, fejből mondom, 85 márciusában levizsgáztam játékvezetésből, 85 márciusban. 87 december vagy november végén a Ganzmávak pályán, a Ganzmávak Komló MB2-ös meccset vezettem, és kijött a 7 elnökségi tag, Nagy Mikitől kezdve, a Palotai Karcsitól kezdve az akkori vezetők. Ez le tudja vezetni egy rangadót a Ganzmávak Komló, mert az két jó csapat volt. Yeah. Az Antal Peti volt ott az edző, a Dárdai Pali meg a Komlónak. Na mindegy, le tavasszal már izé volt a MB1-es volt. A legelső küldésedet itt megnéztem, egy Vasas Kaposvár meccs, ott asszisztensként, de utána aztán következett, ugye összesen 120, több mint 120 meccsed volt az MB1-ben, játékvezetőként vagy asszisztensként. Ez sikeres időszak volt a számodra? Én helyhez kötött. Én a hűség, a bányász hűség, én nekem mindig az mocorgott a fejembe, a hűség. Mindegy, hogy Salgótarjánról beszélünk, vagy Tatabánya, vagy akár, vagy Dorog, meg mit tudom. Fehérvár is, én nem akartam elmenni innen. Kényszerítettek. Majdnem azt mondom politikailag. Én becsöltem, én mai napig én a Videotonba lettem volna. Világos. Nem pénzért. Ez körülbelül olyan lehettem volna én, mint a Szurgent Lajos, amit most mondta, az újságban láttam, csak a Honvéd. Pedig ő Diósgyőrből ment a Honvéd, és semmi más nem érdekli. A Szabó Gyula, vagy Szabó Gyuri, az a Tatabánya. Az egy most halt meg Tatabányán, a Arany Misi, azzal is együtt kezdtem a Kinizsibe, debreceni Kinizsibe. Azt egy évvel előbb vitt el a Tatabánya onnan. Na mindegy, én a hűség nekem, és a játékvezetésre vissza csak kanyarodva, nem akartam, tehát ahol az én hazám, lakhelyem, onnan el, és oda-vissza. És olyan szépen bebarangoltam, hát szerintem az országot elég szépen, meg egy pár meccsen, ilyen EB-selejtezőn, válogatott meccsen, meg ilyen barátságos nemzetközi meccseken biztos, hogy működtem, mert... Ha összegezzük, akkor eredményesnek és sikeresnek érzed a pályafutásodat? Hát itt inkább lehet, hogy én, ha magamról a képességeimet kerestem, lehet, hogy többet kaptam, mint gondoltam. Innen induljunk ki. De kezdtem filózni, most így fejbe, vén fejjel, meg mit tudom. Mondom, vagy bennem is volt valami akarat, hozzáállás. Miért a hozzáállás meg akart csinálni? Én volt olyan ilyen salakos, földes salakos pályán, míg a 60-as évek elején inkább. Délutános voltam, mint esztergályos is a szakmám, mert én azt is tanultam. Délutános voltam, délelőtt kimentem 10-11 órakor a pályára, két labdával. Kapura lőttem egy, utána még egy,
De visszaszedtem a labdát, elmentem jobb oldalt, beadtam, jobb oldalt, beadtam, utána átmentem a másik oldalra, futva természetes, bal oldalról, ballal be, ballal, tehát képeztem magam, fizikálisan is helyre pofoztam valahogy magam, és körülbelül, hogy tettem is azért, hogy legyek való. Tartsam a szintet, inkább úgy mondom, de aztán kezdtem filózni, hogy vagy a labdarúgásunk hanyatlott, de a labdarúgás hanyatlása is, mondom, azokon múlott, mindig fejétől bűzlik a hal. Én rövidre zárom inkább. Ennyi. Nem? Jól van. Janikám, ennyi volt akkor Lajos. Én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hát vigyázz magadra, további jó egészséget kívánok, hiszen a legendákra szükség van ám a mában is, hiszen a ti legendaságotok az nem fog elmúlni, tehát mondom én, és soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy egy kicsit visszaemlékezzünk arra, amikor csupa magyar játékos, remek válogatott futballisták játszottak itt a Sóston. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Egy élmény volt, és én is. Köszönöm. Kösz mindent, úgyhogy... Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Nagy Kettő János volt, az egykori kiváló válogatott labdarúgó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!